Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai soron kívüli testületi ülésünkön. Köszöntöm a megjelenteket, a képviselőtestület tagjait, a tisztelt televízió nézőket, és engedjék meg, hogy külön szeretettel köszöntsem Szele király Andreát, a járási kormányhivatal, karcagi hivatalának vezetőjét, aki megtiszteli jelenlétével testületi ülésünket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 8 képviselő megjelent, távolmaradását bejelentette Karcagi Nagy Zoltán, Kozma, Dániel és Lengyel János képviselők. Az ülés határozat képes, azt megnyitom. Indítványozom, hogy a képviselő testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Kérdezem, hogy van akinek további napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor javaslom, hogy az 5 és a 6-os napirendi pontokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. paragrafus 2. bekezdés értelmében zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő testület. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Igen, nem tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselő testület! A napirendek megtárgyalása előtt köszöntésre kerül sor. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy ismertesse a köszöntötteket. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm Balogh Krisztián Tibort, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképző Iskola és Kollégium tanulóját, aki a 2023. április 24 és 26-a között a Szakma Sztár Fesztivál keretében megrendezett országos szakmai versenyen festő, mázoló, tapétázó szakmában első helyezést ért el. Az elért eredményhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikert és jó egészséget kívánok. Felkérem Balogh Krisztián Tibort, továbbá Kovács Sándor és Gyarmati István felkészítő szakoktatókat, hogy legyenek szívesek kifáradni és polgármester úrtól az ajándékot átvenni. Szívből gratulálok az elért eredményhez, további sok sikert, és ilyen jó tanítványokat a felkészítőknek. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség. A kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy kíván-e élni valaki a lehetőséggel. Pánti Ildikó képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, kedves képviselőtársaim, jelenlévők! Nem képviselői minőségemben kértem és kérek szót, úgy kérek, mint városlakó. És mint városlakó, többek véleményével egyetértve és örömünket kifejezve, szeretném a város vezetésének és képviselő uraknak megköszönni, hogy Hősök napja alkalmából méltón emlékeztek meg a városban lévő hősi emlékművekről, úgy az újkatolikus temetőben, úgy a Levent emlékműnél, és úgy, mint a városközpontban lévő emlékműveknél. Méltón emlékeztek, és ezt köszönjük, és engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki a városgondnokság adott munkatársainak, akik éveken át és évek óta a katonasírokat gondozzák, és itt Olajosné Erzsike és csapatának, illetve a Levent emlékműnél a folyamatosságot, hogy méltó környezetbe várják
az odaérkezőket, akik esetleg meg akarják látogatni az emlékművet és az katonasírokat. Köszönjük, köszönöm Városgondnokság igazgatójának, kérem tolmácsolja feléjük köszönetünket, elismerésünket. Köszönjük, méltó volt. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Polgármester úrhoz szeretnék kérdéssel fordulni. Az interneten találkoztam egy bejegyzéssel. Érdekes volt a tartalma. Az ellenzéki képviselők kivonulásával kapcsolatban meghatározta egy mondatában, hogy ezzel gyakorlatilag háborúpártiak az ellenzéki képviselők. Ezt szeretném visszautasítani. Szeretném visszautasítani, mert álságos és messze van a valóságtól. Ebben az országban úgy gondolom senki nem háborúpárti. Sem jobboldali, sem baloldali, sem semmilyen oldali. A magyar emberek nem szeretik a háborút. És erre azt hiszem, hogy történelmi példák valós okot is adnak. Béke. El kell azon gondolkodni, hogy milyen békét is akarunk. Van igazságos béke, és van sajnos igazságtalan béke. Ezt mi magyarok megtapasztaltuk. Lásd Trianon. Akármilyen békét nem lehet kötni. Elkapkodott békét nem lehet kötni. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy képviselőtársaim kivonultak ebbe a kérdésbe, erre az előterjesztésre nem voksoltak, ezzel gyakorlatilag csak miniszterelnök úr mintáját követték, aki szintén nem vett részt a szavazáson, amikor ez a parlamentbe napirendre került. Abban az időszakban ő éppen Rómában a pápánál tartózkodott, és nyilván a Vatikán utasításait, bocsánat, nem utasításait, de előre mutató szentenciáit figyelembe véve, és megtárgyalva vette ezt figyelembe. Úgy gondolom, hogy az ENSZ határozat, amit szintén a kormányunk delegációja elfogadott, nem került beépítésre erre a javaslatba. Úgy gondolom, hogy ha ezek megtörténnek, és a Vatikán a pápa által tett javaslatok bekerülnek ebbe a javaslatba, ha az ENSZ határozat bekerül ebbe a javaslatba, akkor minden további nélkül támogatható, mert nagy valószínűséggel egy igenis, egy tartós és igazságos béke hozható létre Ukrajna és Oroszország határán. De addig, amíg ezt határozottan ki nem jelentjük, hogy az agresszor az hagyja el és vonja ki csapatait a megszállt területekről, az agresszor és azonnali tűzszünettel természetesen az eredeti állapotok visszaállítása, ezek mind az ENSZ elvárásai ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy egy ilyen tartalmú javaslatot minden további nélkül lehet támogatni. Sőt, én úgy gondolom is, hogyha szükséges megfelelő előterjesztéssel is érek az önkormányzat irányába, hogy akkor hozzuk be, és akkor szavazunk róla, és az önkormányzat tegye javaslatot ebbe a kérdésbe, hogy egészüljön ki ez az indítvány ezzel kapcsolatban. Tehát még egyszer, tisztelt polgármester úr, szeretném fölhívni a figyelmét. Ellenzéki képviselők itt Karcagon. Egyikünk sem a háború párti. Egyikünk sem békepártiak vagyunk, az igazságos békepártja. Nem megtapasztaltuk Trianonban, milyen az, hogy igazságtalan béke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Én azt gondolom, képviselő úr, hogy a karcagi ellenzéki képviselőket nem nagyon kellene összehasonlítani miniszterelnök úrral. Amikor ő a pápánál volt, én gondolom, hogy a két képviselő úr nem hozzáindult el a zárt ülést követően, hanem egyszerűen csak elhagyták magát a termet. Mindazt, amit képviselő úr elmondott, ezt bizonyíthatták volna azzal, hogy itt maradnak ezen a testületi ülésen, itt maradnak ezen a napirendi pontnak a tárgyalásánál, és esetleg elmondják azt, amit ön most elmondott, lett volna rá lehetőségük. Azt, hogy látványosan kimentek, és utólag egy olyan képviselő, egy olyan ellenzéki képviselő magyarázza az ő tettüket, aki egyébként nem is volt jelen ezen a testületi ülésen, számomra ugyanolyan visszás és megmagyarázhatatlan, mint az, hogy ők fogták magukat és elhagyták
a testületi ülést úgy, hogy az elmúlt 30 évben ilyen nem történt meg ebben a teremben. Föl kellett volna állni, elmondani az ő véleményüket, aztán nyilván arról egy ügyrendi javaslat után esetleg tudtunk volna szavazni, hogy milyen irányba tovább, de ők nem ezt az utat választották. Ezt később, néhány nappal, héttel később megmagyarázni, ez én szerintem lehetséges, de azt gondolom, hogy számomra egy kicsit visszás. Tehát ők bizonyíthatták volna azt, hogy hol állnak, kinek a pártján. Azt, hogy ők elmentek, és nem voltak hajlandóak még csak tárgyalni sem erről a kérdésről, ez azt gondolom, hogy őket igazolja, vagy nem is tudom, az ő jellemüket magyarázza meg. Most is eljöhettek volna, elmondhatták volna, nyilván mindenkinek van elfoglaltsága, nem biztos, hogy jelen tud lenni minden képviselőtestületi ülésen. Nem tudom, miért vannak távol, ez az ő dolguk. Azon az ülésen elhagyták a termet, nem vettek részt, nem tárgyaltak, ezzel jelezték az ő hozzáállásukat. Szerintem ezen sok mindent nem kell megmagyarázni. Ha a képviselő úr szeretne egy újabb napirendi pontot felvetetni, erre van lehetősége, tegye meg, ezt mindig meg fogom kérdezni utána, majd nyilván a képviselőtestület ezt meg fogja szavazni. Én azt gondolom, hogy egy név szerinti szavazáson egy egyértelmű szavazás határozott erről a napirendről, arról a kiállásról, ami a kormány határozat, illetve az országgyűlési határozat mellett foglal állást. Én nem gondolnám, hogy kell nekünk erről továbbra is beszélni. Az, hogy önök magyarázzák a saját döntésüket, ezt megtehetik. Mi meghallgattuk, szerintem ezzel részemről le is zárva az ügy. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor rátérünk a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat Karcag belterület 153, valamint Karcag belterület 3979/1 helyrajzi számú ingatlanok egyházi, Egri főegyház megye részére történő térítésmentes tulajdonba adásra. Tisztelt képviselőtestület, gondolom mindenki megkapta az írásos anyagot, áttanulmányozta, hogy a megjelent országgyűlési határozat alapján, jogszabály alapján lehetősége van az egyházaknak az ő általuk használt, bérelt ingatlanok tulajdonba kéréséről. Ehhez kapcsolatosan megkaptuk az előterjesztést, illetve a kérést az Egri főegyház megyétől is, amely a hitéleti és közcélú tevékenységnek anyagi feltételeiről szóló jogszabálynak teljesen megfelelően történt határidőn belül. Erre az önkormányzat, illetve a hivatal megtette a válaszát. Ebben a válaszban az egyház, főegyház megye jelezte, hogy az általunk kifogásolt feltételeknek melyek nem felelnek meg, így a jogszabálynak, illetve az ő általuk is elfogadott feltételeknek megfelelően a címben jelzett két ingatlanra terjesztette be térítésmentes tulajdonba adását, amely a jogszabályi feltételeknek így teljes egészében megfelel. Vitára bocsájtom a napi rendet, kérdés hozzászólás van. Kanász Nagy László képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr. Polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtársaim, jelenlévő televíziónézők, az ügyrendi és jogi bizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot is, a következőt is, amely a református egyház hasonló igényével kapcsolatos. A indokokat áttanulmányozva ugye a helyben hagytuk ezeket a rendelettervezetben szereplő ingatlanoknak az átadását. Tehát a Karcag Kossuth tér 4 számú kivett kollégium és a Karcag József Attila utca 1 szám alatt lévő általános iskolának az átadását a rendelet jóvá hagyja, és ezt javaslom a képviselőtestületnek is elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. A válaszban leírta a hivatal jogtanácsosa is, hogy miért nem mind a 4 ingatlant javasoljuk, erre megérkezett a főegyház megye válasza is, tehát elfogadta azokat az indokokat, hogy miért csak ez a 2 ingatlan felel meg véleményünk szerint a jogszabálynak, és
emiatt, tehát teljes egyetértés van az előterjesztés határozatával kapcsolatban. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor javaslom elfogadásra, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk, javaslat, a Karcag belterület 48-15/1, ingatlan karcagi református egyház község részére történő térítésmentes tulajdonba adásra. Ahogy képviselő úr is jelezte, az előbb hasonló jogszabálynak való megfelelés alapján kérte a református egyház közösség is több ingatlan térítésmentes tulajdonba adását. Itt is megtette a hivatal jogtanácsosa a választ, hogy miért csak ez az egy ingatlan felel meg. Ugye az előbbi előterjesztésben benne volt, hogy az egyházmegye visszajelezte, hogy elfogadja. Nincs benne ebben az anyagban, de időközben megérkezett a Karcagi Református Egyházközség válasza is, amelyben elfogadják, illetve tudomásul veszik az előterjesztés határozatában lévő leírtakat, tehát hogy a 48-15/1-es helyrajzi számú ingatlan kerül a Karcagi Református Egyházközség részére térítésmentes tulajdonba adása, tehát gyakorlatilag itt is konszenzus alakult ki a kérés, illetve a határozat között. Kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban? A bizottság ezt is támogatta. Én is javaslom támogatásra, amennyiben elfogadjuk, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, harmadik napirendi pontunk, javaslat, a Karcag 28-46/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a KEHOP 5.2.15 kötőjel 21 középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulásra. A jelzett ingatlan a 28-46/2 a Jászfingő-Szolnok megyei önkormányzat egészségügyi gyermekotthonaként működik, Gólyafészek gyermekotthon néven. Ezt szeretné felújítani a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egy KEHOP pályázat keretében, ugye egy energetikai fejlesztéshez, melyhez mint tulajdonosnak az önkormányzatnak kell hozzájárulását adni az értékhatár miatt. Ugye több 10 millió forintról szól ez a pályázat, és emiatt mindenképpen tulajdonosi képviselőtestületi hozzájárulás szükséges. Vitára bocsájtom az anyagot, kérdés, hozzászólás van-e? Nagyné László Erzsébet képviselőasszony. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, jegyző, tisztelt képviselőtestület, jelenlévő, tisztelt televízió nézők, Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága a napirendi pontot megtárgyalta, és egyhangulag támogatta, hogy ez az energetikai felújítás megvalósulhasson uniós pályázati forrásból a főigazgatóság pályázata útján, hogy ez a tulajdonosi hozzájárulást Karcag Városi Önkormányzata, mint tulajdonos, megadja az ingatlanhoz. És ezúton szeretném tájékoztatni polgármester urat, hogy a 4-es napirendi pontot is tárgyalta a bizottság, és ott is támogatja a bérbeadás meghosszabbítását további 3 évvel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is azt javaslom, hogy támogassuk az előterjesztést, hiszen önkormányzati tulajdonon kerül beruházásra sor, amely javítja természetesen a tulajdonunkban lévő épület állagát is, azzal együtt, hogy természetesen a bent lakók, illetve az ott dolgozók munkáját is és körülményeit is segíti. Kérdés, hozzászólása nincs, akkor támogatásra javaslom, aki elfogadja, jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, ami nálam a 3-as, javaslat, a Karcag belterület 29-42/2-es helyrajzi számú ingatlan bérbeadására. Tehát a címben jelzett ingatlan, ez a lőtér, a Lógerban lévő lőtér, amelynek a bérbeadása kerülne hosszabbításra a BF Security részére. Jogszabályi akadálya nincs, ugye itt lejárt a szerződése az előzetesen, mint önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak a városgondnoksággal volt szerződése, ez a szerződés most nem a városgondnoksággal köttetne,
hanem a városi önkormányzattal, de gyakorlatilag hosszabbodik a szerződés. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor javaslom elfogadásra, aki egyetért jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek előtti kérdések megválaszolására sor került. Így bejelentem, hogy a képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint 2023. június 28-án szerdán 15 órai kezdettel ülésezik. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Ha nincs, akkor megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, meghívottaknak a megjelenést, az aktivitást, a kedves televízió nézőknek a figyelmet. A mai testületi ülést bezárom, további szép napot kívánok!